Na, képzeljétek el, hogy ezt a csomagot eltévedtem Hun küldte nekünk a chatről, aki most lehet, hogy nincs itt, de nagyon szépen köszönjük neki. Ő Japánban kint dolgozott, és úgy gondolta, hogy összerak nekem egy csomagot. Ezt ő konkrétan a boltokba megvette a polcon, és hazahozta a repülővel, és elküldte nekem a csomagot. Szóval nagyon durva. Adtam neki cserébe csébe ládákat. Ha gondoljátok, kövessétek be, ő küldte a csomagot, és majd akar csinálni egy ilyen ládanyitógatós streamet, mert adtam neki kurva sok ládát, szóval... Ja. Kapcsolják rendes fényt? Kell szereznem egy új elosztót, mert ez szikrázik, hogyha ki meg behúz, kidugodod. Mi? Ez tészta. Ezt most nem fogom megenni, ne haragudjatok. Erről majd Instastory-ba rakok valami update-et. Ezt most nem fogom tudni megenni. Nem hiszem, hogy csípős amúgy. Az eneba.com egy játékokkal foglalkozó piactér, és több mint 20 000 termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. Az eneba.com a piacon a legjobb ajánlatot hozza el bármely játék esetében. Úristen! Tökéletes Trustpilot értékelés! Tehát a játékélményed és a vásárlás is akadálymentes. Ez is megbízhatóak. Hogyha valami nem működik, akkor kapni fogsz egy újat, ebben biztos lehetsz. Hé, nem jó a kulcsom? Már is segítenek! Haló, nem jó a kulcsom? Ó, itt egy új neked! Az eneba.com-on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Ez! Ú, göcsög! Ez valószínűleg csípős, mert paprika van rajta, meg ilyen bunyós emberek. És a bunyós emberek azok azt mutatják, hogy ki fognak ütni téged. Amúgy olyan, mint a Lace. Olyan illata van. Mint egy kicsit menne a széken magától jobbra, de amúgy finom. UFO tészta. Ez nem tudom miért UFO, de UFO. Ezt is majd megfőzzük egy kövi streambe, vagy Instastory-ba megmutatom, hogy milyen élményt ad. Kaptam egy ilyet, és erre az van ráírva, hogy Manin az Isten. Ez van beleírva, és a Tokyo Tower-nek a képe van rajta. De ott van egy Tokyo Tower. Ez real lesz, nem tudom, hogy ott veszik, vagy rányomják ezeket, vagy... mert azt látom, hogy bele van vés, vagy Manin az Isten. Bele kell nyomnod ilyen géppel, és tekerni kell, vagy mi? Krunky! Ez Krunky. Krunker.io? Ez jó, ez amúgy jónak néz ki, ez csoki szerintem, valami fehér és fekete. Csak úgy akarom kibontani, hogy vissza lehessen csukni. Nem nyílik! Bátya! Fehér. Belül meg fekete. Ez kávés. Kávés íze van egy kicsit. Ilyen enyhe cappuccino íze van. Inkább, mint kávé. Lehet tudni, mi mennyibe kerül? Nem. Azt nem tudjuk most így hirtelen. Ebbe is ilyen keks csoki van szerintem. A belsejében csoki van, és kívül ilyen keks-szerűség. Nyerőpapír szerintem. Ezt vissza kell vinni a boltba, és akkor kapok még egyet. Szerintem indulhatunk a boltba, chat. Hű, ennek nagyon furcsa, nagyon-nagyon erősen kakaó illata van amúgy. Még most ezt tesszük jelenleg, ez ilyen macis keks csoki. Lotte nevű márka, mondja, az előző is az volt. Úha, rendes minta van rajta, bár ezt... Ha akarnám, se tudnám megmondani, milyen állat, vagy mi ez, de van rajta valami minta. Ha ezt tudjátok mi, akkor... Köszi. Ennek olyan íze van, mint hogy a Coop-ba vetted volna, vágod, ilyen Coop ABC Flash. A csoki benne elég krémes amúgy, azt adom, de... Haichu Premium. Ez rágó? Szerintetek ez rágó? Azt mondod rágó gumi? Akkor ezt később esszük. Ezt meghagyom a végére. Ez Crunch Chocolate. Ez a krunki, ez valószínűleg ugyanolyan lesz, mint a másik. Meg az epres is itt van. Az epreset lehet nem kóstolom meg. Halad... Ez nem a legkönnyebb kibontani. Na nézzük, itt van egy darab. Köcsög, ez nagyon jó. Tudjátok milyen íze van? Van a Nesquiknek ilyen ízéje, jégkrém. Full Nesquik jégkrém, egy ilyen egy darab hosszú, barna rúd. Úgy néz ki, mint egy f... Na, arra hasonlít az íze. Mármi nem a f***ra, szerintem magyaró darabkák, vagy ilyen keks darabkák. Ezt érzem. Ez finom. Most meg kell kóstolni a strawberry-set is. Ez 16 órája telepít játékokat amúgy. Csak mondom. Na nézzük tovább. Ja, még itt van. Az epres. Csokoládé. Ugyanolyan kis darab csoki. Hú. Japánban nem finom az eper. Valamit elrontottak. Maga a keksz, ami van benne, az az utóíz. Mert a kekszek ugye benne vannak a szádba. Műanyag eper? Nem. Jó az. Nem rossz. Ez mi? Mi a f... Ú, meg ezen...
égnek a dolgok. Ez nem jó. Ez van egy olyan érzésem, hogy ez a warning az nem poénból van ráírva amúgy. Három fajta paprika van benne, ez csoki vagy cukorka, vagy ez mi a retek? Remélem a belsejében is be vannak csomagolva a dolgok. Hogyha már ilyen csípős. Azt nézd, ez egy darab ilyen kis picike valami. Nem tudom, szerintem ez egy darab hús amúgy, vagy úgy néz ki, mintha ilyen kolbász darab lenne. Warning. Ez nem tudom. Most erre nagyon kíváncsi vagyok. Hús szaga van amúgy. Most ez kajak pandából van, tesó, ne csináljátok, mert a panda az egy védett állat. Köszönjük szépen a Lidl-nek, hogy támogatt ezt. Úristen! Olyan állaga van, mint a gumicukornak vágod. Egy kicsit. De közben hús. Csípős amúgy, de annyira nem, hogy warningot írjanak rá szerintem. Mert hogy a koreai tészta, az sokkal csípősebb ennél. Hú! Hallod? Azt a kurva. Not gonna lie. Tényleg elég csípős. Csípős amúgy, de annyira nem, hogy warningot írjanak rá szerintem. A Rikének a chillis csoki az csípősebb amúgy. A mocsi is. Én ezt nem fogom megenni, ne haragudjatok. Én... Vagy nem, ez marshmallow. Ne haragudjatok. Akkor megkóstoljuk. A mocsitól behánynék. Ez marshmallow, aminek csoki van a közepében. Úgy el fogom rontani gyomromat, srácok. Ez meg... Szerintem már most megtörtént amúgy. Egyesével be vannak csomagolva. Jó kis, jó puha. Úristen, ezt nagyon jó nyomkodni. Ezt nem fogom megenni. Azt nézd, mintha életre kelt volna a kezembe. Nagyon rossz az állaga. A csoki íze finom benne. Pillecukorba raktak ízét, csokit. Nagyon rossz az állaga. Meg hogy összekeveredik a csokiban. Nem is keveredik össze. Már csak ezek vannak hátra, amik ilyen rágós dolgok. Az egyik az... Valószínűleg rágó, tehát azt hagyom a legvégére, és van három mentos. Az egyik az... mentos ramune, az nem tudom mit jelent, tehát szerintem az a sima mentos amúgy. Passion fruit. Ilyen mentos. Nem tudom, hogy ezekben mennyi van Magyarországon. A ramune az egy japán ital? Akkor biztos, nézzük meg azt először. Azt hiszem tudom melyik az a japán ital, amelyik ilyen ízés. Bele kell nyomni a kis cuccot a tetején, és akkor attól lesz ilyen bubis, nem? Az a golyós cucc. Olyat ittam Skóciában amúgy. A Lenik olyat ivott az étteremben, ahol lettünk. Nem volt jó. De azt hiszem ennek ízé tutti frutti, vagy mentolos íze van? Vagy valami nagyon nem jó íze van amúgy, üveges, igen. Amúgy ez jó. Rágós amúgy. Az az ital, annak a rágógumi íze van, nem? Amit mondottok, az a ramune. Az ital nem tetszett amúgy. Úgy emlékszem, nekem nem ízlett. De ez a mentos, ez kurva jó. Passion fruit, azt szerintem amúgy nem kell megkóstolni, ez ugyanolyan, mint itthon, nem? Van ilyen itthon is. Tudtom ma. Vagy nem? Egyefene mindjárt végére érünk a csomagnak. Fű. Ez nem jó. Nem keserű amúgy. Én nem enném. De láttam közül valakinek ízlik. Annyira nem szeretem az ilyen passion fruitot. Itt a szőlős. Hopp, ezt ketté raktam véletlenül. Esküszöm. A szőlősből. A szőlősre gondoltam, hogy az lesz a legfinomabb. És az a legszarabb. Poshat íze van, vágod? Alkohol. Rendes alkohol íze van, vágod? Rum íze van. Érzem benne, rumos. Meghaltam! Lészelték, igen. Most meg kell igazítom a hajmat. Még egy darab rágót meg kell kóstolnunk. Ezt hittük utoljára, már ha ez rágó. De valószínűleg igen, mert vissza lehet csukni. Húha! Ez jó, hogy rágó lesz, hogyha ez egy rágó. Olyan, mint hogyha lisztes lenne az oldala. Japán Orbit? Fúj, ember! Olyan, mint hogy túrós rágót ennék, bazd meg! Ez túrós rágó! Fúj, geci! Olyan, mint hogy a túrót rágnék, ember! Túró íze van! Jézusom, ember, hány fog? És ez kajak rágó, ezt nem szabad lenyelni, chat? Szerintem eltűnik a számba, én úgy érzem, hogy kisebb lett. Nézzétek meg, ilyen darabos az egész, azt nézd! Éred még! Beledobtam az energiaitalos dobozba. Meg lehetett volna enni, amúgy, de inkább kihagytam. Ez rendes túró íze van. Ez nem volt olyan... Amúgy finom, hogyha valaki szereti ez ilyen, nem tudom, túrós batyút, vagy a f***om tudja, de nem erre számítottam azért, hogy egy rágót megeszek, és meg túrós. Ezt nem tudom, mennyibe kerülhetett, de szörnyű volt. Na, köszönjük szépen Lidl-nek, hogy támogatta ezt a videót. Ez figyeljétek. Ez százszor demokratább, mint a Orbán. Hát most együtt kell működni. Ja, hogy nem merik megmondani a választóiknak, és felülnek erre a hullámra, és azt mondják, hogy Magyarországnak Gyurcsány problémája van. Még azt mondom, hogy tudjátok, mit nem? Magyarországnak A. Orbán problémája van, és Magyarországnak még ti vagytok a problémája, akik gyurcsányoztok. Józanodjatok már ki végre.
És ezt a Gyurcsány mondja, józanodjunk ki. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád. De ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.